Az öreg túr rendkívül kedvelt a vízitúrázók körében, vadregényes szakaszai ámulatba ejtik az ideérkezőket. A folyón az 1920-as évek végén szabályozási munkákat végeztek a térségben élők árvízi biztonságáért, ám később kiderült, ezek kedvezőtlenül érintették a túrvidék egyedülálló élővilágát. A problémát csak fokozza, hogy a Felső-Tisza vidéke nagyon súlyos vízhiánnyal küszködik immár harmadik éve, a vízállások egyre alacsonyabbak. Ezért is volt elengedhetetlen az öreg túr rehabilitációja, amelynek második ütemében egyebek mellett mederkotrásokat végeztek és fejlesztették a távjelzőrendszert. Két új fenéküszöböt építettünk az öreg túr mellrébe. Ennek az a célja, hogy tartsuk vissza a vizeket, ne engedjük, hogy hasznosítatlanul lefolyjanak. Ezáltal lehetőség nyílik, hogy a túr menti régi, nagyon szép, értékes holtmederekbe is szabályozottan vizet tudunk juttatni. Egy ilyen műtárgy is létesült Kölcsetérségében, illetve ezek a munkálatok megadják a lehetőségét annak, és már ezek a tervek is papírra lettek vetve, hogy más helyekre ebből a vízkészletből hogyan lehet a térségbe vizet juttatni. A beruházás záró rendezvényét a nagyari Lubi kastélyban tartották. A rendezvényen elhangzott, a munkálatokat az alkalmazkodás az éghajlat változásaihoz című program keretében végezték el. Az éghajlat változásának ugyanis az egyik következménye, hogy fennáll az aszály veszélye. Előfordul viszont az is, hogy a csapadék nagyon rövid idő alatt nagy mennyiségben hullik le. Ezeket a problémákat kezeli a most záruló öreg túr rehabilitációs program is. A program azt eredményezheti, hogy ezek a települések, illetve a környezetük és az itt élő emberek kevésbé vannak kitéve az éghajlatváltozás által okozott veszélyeknek és kockázatoknak, azaz, ha nagyon sok a víz, azt meg tudjuk előzni, el tudjuk vezetni, nem lesznek a pincék elárasztva vízzel, másrészt pedig azok a területek, ahol fontos például a mezőgazdaság, és az embereknek egy megélhetési forrása az, hogy tudjanak termelni, ez most megvalósul ezáltal. Az öreg túr rehabilitációjának második üteme mintegy 300 millió forintból valósult meg, a norvég alap támogatásával és a magyar állam hozzájárulásával.